Májusban munkagépek dolgoztak a nyírbátoriak kedvenc találkahelyének számító Papok rétjénél lévő tónál, ma pedig már zavartalanul folyik a víz a város jelképének számító Sárkány szájából. A tó tisztítása egy nagyobb projekt első lépése volt. Nyáron a szárazságot úgymond felhasználva vagy kihasználva rendbe tettük a város központjában lévő papokréti tavat, meg lett kotorva. Ez azért is fontos, mert ennek kettős funkciója van. Egy turisztikai beruházást valósítunk meg a megyei önkormányzattal közösen, melynek keretében a sétány folytatásaként a közbeszerzés most már lezárult, és elkezdődik a papokréti tónak a turisztikai fejlesztése. És ez ilyen szempontból fontos volt, hogy a tavat rendbe tegyük, de nyilván, ahogy tudjuk, ez egy csapadéktározó, záportározóként is funkcionál, és figyelembe véve a csapadékos időjárás, magyarul, hogy hol nem esik az eső, hol meg szakad az ég, ez nekünk nagyon fontos volt, hogy a város csapadékvízelvezető rendszerének is egy fontos elemét meg tudtuk újítani. Most már végre jött az eső, úgyhogy van a tóban víz, és újra folytatódhat úgymond a működés a tónak, visszaköltözhetnek most már a kacsák, a madarak a tópartra, és megkezdődik a beruházás, és én azt gondolom, hogy ez egy üdes színfoltja lesz, már csak azért is, mert egyéb beruházások is a tó körül folyamatban vannak. Egyik ilyen beruházás a kétcsoportos görögkatolikus bölcsőre építése, amely az év végére befejeződik, és 30 gyerek számára kínál majd ellátást. A nyáron elkezdődött a Bátori Múzeum felújítása is. A nyári hónapokban elindult a különböző bemutató elemek elcsomagolása, elpakolás, és az önkormányzat biztosított egy üresen álló ingatlant, ahol biztonságban megfelelő körülmények között el tudtuk helyezni a különböző bemutató elemeket. Elkezdődött végre a építészeti átalakítása a múzeumnak, hát ez 2 évet fog igénybe venni, eddig a múzeum zárva lesz, de ezt követően egy teljesen felújított épületben, egy teljesen megújult tárlattal, kiállítással fogja várni az érdeklődőket 2025-ben. Addig is lesz azonban több olyan beruházás Nyírbátorban, amelyek a városlakók életminőségének javítását szolgálják. Ez az év azt gondolom minden önkormányzatnak a pályázatokról szól, az új uniós projektekről. Mi ebben az évben 10 projektet tervezünk benyújtani, vagy már nyújtottunk is be. Ebből örömmel mondhatom, hogy 3 projektünk már eredményesen lezárult, kötjük a támogatási szerződést, és mind a 3 olyan, ami a város jövője szempontjából fontos. Van benne egy óvoda felújítás a József Attila utcán, ahol egy meglévő óvodaépületet belül teljes egészében átalakítunk, felújítunk, minden elemét kicseréljük. Van benne egy energetikai pályázat, amelyben a városháza teljes energetikai felújítása, ugye műemléképület, tehát itt azért ez nem egy egyszerű dolog, a nyílászárók cseréje, bizonyos homlokzati elemek javítása, és a bentlakásos idős otthonunk teljes energetikai korszerűsítése valósul meg, és van egy nagy átfogó élhető településfejlesztési programunk, melynek a gerincét szintén a már az előbb említett csapadékvízhálózat további átalakítása, korszerűsítése jelent, de szerencsére mondhatom, hogy van benne több zöld felület rekonstrukció, játszótérépítés, parkoló kialakítás, tehát több olyan elemet is tartalmaz, ami a város lakók, a turisták, az idelátogatók számára komfortosabbá, élhetőbbé teszi a települést. A 100%-ban uniós forrásból finanszírozott élhető településfejlesztési programra 700 millió forintot, a városháza és az idősek otthona energetikai korszerűsítésére 450 millió forintot, a József Attila utcai óvoda felújítására pedig 200 millió forintot fordíthatnak Nyírbátorban.